után. Az nagy kérdés. Kindle óriási lendülettel, Jokic ragadta derékon. Radulovic. Orbás fogta meg, nagy ívet próbál lefordulni. Ketten ütöttek oda, újabb 2 perces kiállítás. Bármennyire is lelkesek a győriek, és tényleg ott vannak mindig a labdás emberre, és megadják a faltot, de nem tudják úgy megadni, hogy abból a labda tovább ne tudjon menni, és ez jelenti a problémát a számukra. Lábbal egyébként mindig ott vannak, csak egyszerűen nem tudják megtartani a nagyobb tömeggel és nagyobb lendülettel érkező ellenfelüket. Most Kovácsicsovának kell bűnhődnie. Ismét ember előnyben tehát a Dunafer. Kindle, Perling, Radulovic lentről. Kapufát is forgácsolt a Radulovic lökete. Minden esetre újabb támadást húzott ki. Ember hátrányban a Győr. Ez azért mindenképpen érdekes. Jobban megy 6 győri mezőnyjátékos ellen a Dunafernek, mint 5 ellen. 10 perce tart a csata. Melmaz. Jokic. A jobb szélről indult, a kiállított Kovácsicsová helyéről. Lárvarsant a sím szó. Görbic. Mitescu. Melmannak át a túloldalra, Mitescu elindul középre, Melmann eladja, Kindle. Zitzer, bent is van, megint Pignitzki. Nagyon átlátszó volt ez a dolog, és Mitescu befutott a beálló pozícióba, és az Ibolya már máshova nem nagyon tudott passzolni, csak a Görbi tanít a felé, és a Kindle nagyon szépen elővételezve föllépett, elhalászta a labdát. Most már ember előnyből is sikerült. Megint 3 a különbség. És majd 11 perc alatt szerzett 2 győri gól nagyon-nagyon kevés. Görbic ment be a darálóba. Ez nekem úgy tűnt, hogy belül állt a lovás, és nekem ez úgy tűnt. Mitescu. Lehet, hogy hatott az iménti figyelmeztetés, mert Görbic ezt most nem nagyon tette szóvá. Görbic. Melmann kicsúszik a labda a kezéből, aztán egy ütközés, majd egy újabb. Perling jelentette számára a végállomást. Mitescu. Kindle testékelte odébb, megint a kapufa munkában. Pignitzki. Körülnézt, hogy kinek lehet adni. Perlingnek például. Kindle. Egy picit összekuszálódtak a sorok, a Győr pedig visszarendeződik mostanra. Gyors pontrából tehát nem lehetett, nem sikerült goldobni a Dunafer. Kindle. Radulovic. Orbás fogta meg keményen, megint láthattuk a két kilépő embert mélységből, Radulovic, elviszi Orbás mellett, nagy pass, és ez most a belső lécből befelé passzan, Kulcsák szerzi, a Dunafer újabb gólját. Ez a Radulovic Bojánának volt az érdeme, nagyon szépen átemelte a védőjét, be kellett, hogy segítsen a másik védő, és a Kulcsának a teljesen egyedül egy magába kapta a labdát. Nagyon szép gólpasszt láthattunk a Gokitól. Győrből indult a pályafutása valamikor Kulcsár Anitának, most egykori csapata ellen szerzett gólt. 13. perc, 6-2. És teljes létszámban a csapatok. Görbic. Melmann. Kérdőn nézett Görbicre, vajon milyen játék következik. Litescu. Pignitzki állította meg. Jokicsnak adja ott a labdát Mitescu, aki most helyet cserél Görbiccel. Görbic, újabb szabadobás. Tulajdonképpen ez a különbség itt is érzékelhető és látható, hogy itt a győri játékosoknak a gondja az, hogy ha megkapják a faltot a labdás emberek, abból nem tudják tovább építeni, szervezni a játékot. Fönn a bírók keze közben. Mitescu, Juhász. És ebből adódik az, hogy elbizonytalankodnak, és a végén már úgy törnek rá, hogy igazából nem is kényszerítik a védőket arra, hogy elhiggyék, hogy ők most valójában lőni akarnak, vagy betörni akarnak. Ira, gólból is induljunk, ne feledkezzünk el, két beálló megy előre, lőjük Josikinek a labdát, kérdezzük le, és akkor abból induljunk. Figyelj, nem jók ennek a simán, nem jó. Fest, 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 fest
most nem tudom, mi a 4-es, meg a 34-es, biztos ilyen befutójátékos van neve, de azt nagyjából próbálom kapizsgálni, hogy játékból játék, tehát megindul mondjuk jobbról a húzás, vagy jobbra a húzás, és úgy gondolja esetleg a játékos, hogy abból már helyzet lesz. És gondolom a Kálmán azt próbált, hogy ebből a játékból még vissza kell játszani valamit abból, hogy helye legyen a labda nélküli játékosnak, helyzet alakuljon ki a győri támadások során. Niteszkó. Egy váltás Görvicsel, Gyokic lép ki a falból, Melman egészen messziről, Hambába volt kísérlet, Pálinger aztán indít is, Nagy Ivet kezébe varázsolta a labdát. 2-2. Nagy Ivet első gólja. Remek labdát kapott Pálingertől. Idézőjelbe téve csak be kellett dobni. 5 gólos különbség, ennyi még nem volt. Görbic. Kovácsi Csaba fut be a falba. Most tulajdonképpen ott a két beálló. Ez pedig egy belemenés. Nagy Ivet. Öles léptekkel és várja a többieket. Radulovic. Rossz Kálmán lépéshibát reklamált Nagy Ivetnél. Szabad dobás. Siknicki fogja a buksiját. Kulcsár jön helyette. Kis Szilárd szól neki. Néhány gondolat erejéig. Túl az első játékrész felén, 7-2-es dunaújvárosi vezetés. Kulcsár, Radulovic. Gyokic szerzett labdát, Gyokic nagyon hasznosan játszik. Igen, nem az első, van nagyon jó helyezkedés a Gyokicnak, nagyon hasznos embere a védelemnek. Görbic labdája most remek, és Korbács befejezi az akciót. 7-3. Radulovic mellett könnyűszerrel vitte befelé Korbács. Ez a olyan kötelező házi feladatból. Kilökött rajta egy nagyot a levegőben. Perling. Radulovic ismét 10-ről ugrik. Gyönyörűen húzta a bal alsóba. Ennek a támadásnak annyi volt a célsége, hogy itt a labda nélküli játékosok úgy elmozgatták a védőket, hogy a Radulovicnak szinte folyosója volt, hogy könnyed átöléshez. Halt nélkül tudott kapura lőni. Kapust cserélnek a győriek, 12-essel Herr Orsolya érkezik. Sirina valóban nem sokszor találkozott a labdával. Görbic, Kovácsi Csaba, 7-es. A meccs első büntetőjére kerül sor pillanatokon belül. Kovácsi Csaba a szenvedő fél, és megszerűen láthatjuk, Nagy Ivet belül védekezett. Görbic, becsapta Pálinger. Görbic első gólja. Sokat emlegetett, 10 nappal ezelőtti kupadöntőn 7 gólig jutott, ebből 5-öt szerzett 7-esből. Az első akció góljára egészen a második félidő közepéig kellett akkor várni. Radulovic megverte Jókait, indul kezéből, aztán kicsúszik a labda. Bajban a reklámtáblák is. Akkora volt Radulovic baján a lendülete. Perling. Kindul. Jókai megint előrébb settenkedik. Gyokic rántja a földre, Kindul. Tessék fölállni, mutatják a bírók. Nem volt ez olyan komoly és súlyos dolog. Megint törlés lesz. Azonban megmenti a helyzetet, Korbács csimpaszkodott bele. Kindl, Gyokic lépett ki rá, Radulovic csak bottal üthette a labdanyomát, meg kézzel. Na most ezekben a pillanatokban viszont nagyon jó zár a győri védelem. És nagyon csúszik a labda. Radulovic ki is szólt, nem tudok vele mit csinálni, megpróbálta megtörölni a kezét. Korbács és Gyokic indul, 4 győri játékos viszi Pálingerre. Pálinger még ehhez is hozzáért. Ezt mondtam az előbb, hogy tehát amikor a bal oldalról kell áttenni. És most nincs Melman támadásban. Görbic. Mörtel. Siknicki blokkolta le. Előbb szabályosan, aztán szabálytalanul. Gyokic. Görbic. Juhász kérte el a labdát Niteszkutól. Gyokic. Kovácsi Csaba indul el.
Vitescu az nagyon messze volt. Perling blokkolta le a lövést. Görbic kiszámíthatatlan mozgással indult. Gyönyörű dolog volt, ahogyan bemutatta a pat. A lövés nem sikerült. Finesz a végén, ami kell ahhoz, hogy ténylegesen túljárjon a védőeszén a támadójátékos. Perling, Kulcsár. Lovásznak pattintott a Kulcsár, próbálnak befordulni. Ez is hetes. Próbálta magát szabadban játszani. Perling, kapu közepébe. Radulovic. Ötössel most Pálfi a jobb szélen a Dunapernél. Radulovic felugrik, és bevarja. Hosszú idő után megint megszólalt a kete Radulovic Bojanának. Ő is három gólos, nagyszerű elzárást kapott. Az, hogy visszahúzódott hatos falra a győri védelem, ezzel természetesen az átlövőknek jött meg a lehetősége arra, hogy olyan távoli lövésekkel, mint például Radulovicsnak is van, ezekkel próbál sebezni a védelmet. Mörtel, aztán Melman, Görbic. Nagy helyezkedés és nagy helycserék a győrieknél. Melman még egyel tovább besorog. Lépéshibát reklamálnak a dunaújvárosiak egyenverként. Leütötte a labdát. Melman első gólja. Valamivel több mint 3 perc van hátra az első fél időből. Radulovic. Perling tovább. Radulovic megint. Micsoda birkózás a középen. Tessék csak nézni. Mörtel lökött egyet Radulovicson. Pulap. Megint érkezik Radulovic, a labda azonban Pálfinál, rossz passz volt, Görbic néz körül. Borbás, bent középen várná Gyokic, már nincs nála a labda. Kula szerez, Pálfi bent van, 11-é. Azért ezeket a lehetőségeket nagyon bőkezűen nem osztogathatja a Győr, miközben Pálinger véd egyet. Ez egy hambában, ahol kísérlet volt. Pálfi tette be középre, Gyokic robog már. Róth Kálmán pedig mutatja a kispadról. Nyugodjunk, megálljunk meg, és inkább álljunk fel. Görbic. Melman ugrik, megint nagyszerűen dolgozott a dunaújvárosi védekezés. Görbic pedig lefüleli Pálinger indítását. Ez egy dicséretes teljesítmény volt. Gyokic, Mörtel, kinúj fogta meg, Juhász, Pálfi tessékelte odébb, Mörtel. És feliratkozik a gólszerzők közé. Az alapszakasz dunaújvárosi mérkőzésén 6 gólt szerzett Mörtel Renáta. Hasonlókat tudom ezeket a különbséget megnöveli az etóban. Minek tudhat, hogy elég sok a pontatlanság? Mind a két csapat azt hiszem, hogy a védekezésből készül föl. Véleményem szerint túlzottan néha gyorsaság határát súrolja, és ez nem segít a folyamatos összjáték kialakulásának. Nagyon kemény védelem mindkét oldalon, a Dunaper megszokott színvonalon. A Győr szintén egy nagyon erős testtel való játékkal kompenzálja a védelemnek. Bár azt hiszem, elég mozgékonyan is védekeznek. Gyakorlatilag a támadó játékban keresendő a probléma, hiszen nagyon kevés gól esett, különösen a befejezésed 3-4 percig 5 gólt lőtt, az Eto'o az kevésnek mondható. Mire gondolsz, mi várható, melyik edző vált és helyezi inkább a hangsúlyt a támadásra, vagy várható az, hogy ugyanígy folytatódik és megy végig a mérkőzés? Az alapprogramokat figyelve úgy gondolom, hogy a Győrnek rendkívül sok taktikai rezervoárja van, tehát nagyon sok variációt tudna játszani. Elsősorban a szélső befutás, a szervezett keresztmozgásokból, illetve az irányító befutásokra építik a támadást. Erre jól fölkészült a Dunaújváros és rendkívül szilárdan áll. A másik oldalon a Dunaperben több taktikai variáció figyelhető meg, azonban a mélységbe kihelyezkedő hosszú passzokat elhalászó védelem ellen az elején nem találták meg az ellenszerüket. Ha labda nélküli technikába, az együttes taktikai cselekvésbe, tehát a védelem mögötti
befutás és keresztmozgások együtt realizálódnak, akkor egy nagyon érdekes taktikai játék lesz a második fél időben. Nem haragszor őszt, hanem Kovácsicsovának, mert van most középen már Jokic, Mörtel, Görbic kifelé indult, nagy labdát adott Kovácsicsovának, és a befejezés is szép. 11-9. Az alap elképzelés az nagyon jó, igazából ott szélső pozícióban nagyon nagy lehetőségek vannak, és az Anita nagyon szépen összehúzta a két védőt, a kettes, illetve a szélső védőt. A kérdés az, hogy hogyan tudják a szélsők értékesen a helyzetet. Itt egy nagy védelmi hiba volt, amit látható. Berling előtt szabad az út, mire Jokic odaér már késő. Görbic, Jokic segítene neki, Melmannak ott adta le Görbic a labdát. Berling löki meg Melmann, Mörtel elviszi Kittel mellett, szép volna. Igen, úgy tűnik, hogy befele jó zár a Dunafer védelme, de kifele a kedves védőktől kifele már sebezhető. És ezt jól veszik észre a győriek. 12-10. Abszolút nyílt tehát a csata. Nikel Radulovic kulatot hozta volna a játékba, így lett jó Nagy Ivetnek, és Sirina, aki visszaállt a második félidőre, bemutat egy bravúr. Ez most nyilván jót tesz majd az önbizalmának. Csak egy gól lehet a különbség, ha a Győr gólt szerez. 12-10. Borbás helyett Melmann érkezik. Görbic megint törlést kérne. Bizony, hát ebből komoly bajok lehetnek, ha azon valamelyik játékos elcsúszik. Melmann. Bálinger tolja fölé. Győriek természetesen nagyon szerettek volna egy szabad dobást. Ferling eltolta magától bal kézzel Görbicet. Pálfi. És Radulovic cserél az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy Melmann borbásváltás, és egy 2 perces kiállítás. Radulovic, Ferling, Radulovic indul el középen, Kulas, löptek rajta megint egyet, ez is 2 perc, Kovácsicsová, ráadásul egy 7-es is. Után két hetest elhibázott a Dunafer, és ez azért 12-10-es állásnál bizony óriási luxusnak mondható. A Győr szemszögéből pedig az, hogy az Irina eltől erőt merítve, ugye bravúra halmozott itt az elmúlt percben, és az elsődben nem igazán találkozott a labdával, mert ez neki egy pozitív. 14-essel közben bent van Bódi Bernadett a pályán, Melmann lövését blokkolják, Kindl, Pálfi robog a jobb szélen, Kindl, Bohus megjátszható, meg is kapja, Kindl érkezik, de a labda kicsúszik a kezéből. Kindl indul megint, Bohus, Vignicki, a négy. Jön Radulovic és jön Kulcsár, megérkezik Kulat is. Radulovic, nagyszerű ütemben az átadás, Pálfi bedobja az ittet. Ez a második gólja. 13-10 kihasználja, de hát a nagyon okosan csinálta a Radulovic. 25 másodperc még az első kiállításból, és aztán majd 11 néhány szekundum múlva kiegészülnek a győriek. Hát ha csak addig nem történik valami megint. Melmann kiejti a labdát a kezéből. Ferling. És ez most akár kulcsfontosságú szakasza is lehet a meccsnek. Pálfi! Sőt, egy újabb 2 perces kiállítás kellett nekem mondanom. Épp azt akartam mondani, hogy a Melmann idének az előző 3 támadásból ugye semmi nem jött össze, ráadásul most ki is állítottam magát két percre. 4 hiba egymás után a sűrűjébe, és ez azt jelenti, hogy megint megütött a Dunafer. 4 másodperc múlva jöhet majd vissza Mörtel. Ez jelentem letelt. 10 másodperc múlva pedig érkezhet majd egy újabb győri játékos. De hát nem könnyű. Mörtel bedobja! Kettős ember hátrányból szerez volt a Győr, és most már 5-en a pályán a vendégek. Mitescu kocogott be védekezni. Mörtel 3 gólos, és azt hiszem 5-nek
mindenképpen dicsérhetjük a győri csapatból. Igen, mert is a kapura lövései azok eredményesek rendre. Védekezésre is sokat segít a csapatának. Sterling, még egyel tovább, nagy ivert, nincs be. Rengeteget hibázik most viszont a Dunaprer. Tetszenek látni ott az órát, 1.15 még a győri kiállításból. Összességében viszonylag jól átvészelik eddig ezt a periódust a vendége. Nidescu, Mörtel. Juhász gondolkozott, mi legyen vele, Mörtel. Most kicsúszott a labda az ő kezéből is. Indul a Dunafer, Pignicki, Pálfi. Most ő a kulcsember. Már négynél jár Pálfi Zsuzsa. Nidescu egy kicsit egy apróskát kaszajtott csak rajta. Nehogy nagyobb baliba legyen a dologból. 15-11. Mörtel. Azért szép lassan, mégiscsak 4 gól lett a különbség. Pedig emlékezhetünk rá, ugye volt olyan szakasz is, amikor egyre felzárkózhattak volna a győriek. Mörtel, Nidescu, pontosan középre tartott a lövés, nem jelentett gondot Pálingernek. Ebben a pillanatban pedig kiegészül a győri Grabo-Plasseto. Régi lett. Sterling, most Radulovic középen, Kulcsár kapja a falban, nagy passz Pálfinak, pedig már fent volt a bíró keze, gyönyörű támadás befejezés. 5 gólos Pálfi Zsuzsa, és most már ő a mezőny legeredményesebb jár. Hát Gyokics, nem volt szerencséje, pedig nagyszerűen fordult le. Még 10 perc van hátra a mérkőzésből. Hát az a fránya befejezés. Ilyen szinten ezek nagyon nagy hibák, mert igazság szerint tulajdonképpen szabálytalanság érti fordul, de egy-egyre volt a kapussal szemben. Bohus helyezkedik a falban, Radulovicnak bevágja. 21-14. Hatnál jár Radulovic bolyána. Mörtel. Pálinger kihalászta a labdát a bal felső, a jobb felsőből. És gyakorlatilag nagyon úgy fest, hogy a Dunafer most már dűlőre viszi a dolgot. Igen, hát ha azt veszük, a másik félidőre tényleg csak egy-két percre, pár percre volt kiegészítve, tehát 6 emberre védekezett a győr, főleg ugye egy ember hátemben volt végig, szinte kettős ember hátemben volt, iszonyatos energiát kivezve le. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy ahhoz képest nagyon jól védekezik. Sirina véri közben Pálfi labdáját. De a támadásaik sajnos rendre kudarcot vallanak. Nagyon sok helyzetet hagynak ki. Előkészítés nélkül vállalnak a szituációkat. Görbic lódul meg. Juhász, Pálinger. Hát itt is, hogyha ismétlésben megnézzük ezt a szituációt, hogyha a Juhász figyelte volna, hogy hol áll a Pálinger, akkor biztos nem lőtte volna a lábába, hanem ívelt volna a feje fölött, mert annyira kín volt a kapujából a Pálinger. Egészen közelről hát találta telibe. Kicsit úgy gondolom, hogy nem gondolják végig, nem koncentrálnak kellőképpen a helyzetekre a játékosok. A Dunafer meg annyival jobb véleményem szerint támadásban, hogy van egy Radulovics, aki nem csak előkészítésben remekel a mai mérkőzésen, hanem befejezésben is. Nagy Ivet. Jó csinálja. Azt mondják, nincs szabálytalanság. Érdekes. Juhász. Pálinger! Noáti Becsvenc. Nagy Ivetet megint megrángatják. És akkor hozzáteszük, hogy természetesen van a Dunaprernek egy Pálingerje. Bódia kiállított játékos a győrieknél. És hetes is. Radulovic. Sirina táncol 4 méteren és kivédi a kapus a büntetőt. A negyedik kihagyott, egy ideig a második félidő elején úgy nézett ki. Talán szoros lehet a csata. Aztán a Dunafer felőrölte a győriek erejét szép fokozatosan. Mindenben persze közrejátszott a sok-sok kiállítás is. Most Pignicki rángatta meg Gyokic mezét. Görbic, Gyokic, Mörtel, Melman, Görbic viszi közelebb és bevágja. 23-17.
5 gólos Görbic. Vastaps van a Dunaújvárosi jégcsarnokban, ez egészen biztos. Radulovic helyet cserélt Vignickivel, Bohus kicsúszott a labda a kezéből, Bulat összeszedte, 15 másodperc még. Megint óriási csata a labdáért, Radulovic visszaszerzi, Pálfi nagy ívet kérte volna középen, Vignicki, Bohus, no mi lesz belőle? Gól nincs, Sirina véd, mégis csak van gól! Nagy ívet bóklászatott rend középen, és ő szerzi a találkozó utolsó gólját, amellyel kialakul a 24-17-es végeredmény. Nagy ívet így két góllal zárta a találkozót. Magabiztos hazai siker tehát, 7 góllal győzött a Dunafer a rangadón a Győr ellen. Hamarosan jövünk majd vissza Dunaújvárosba, kedves nézők, előtte azonban a szó a stúdióért.